Kedves nézőink, múlt héten szerdán tartotta évzáró ünnepségét a Szabadidő Központban a zeneiskola. A rendezvényen mi is ott jártunk. Milyen tanévet zár az intézmény? Melyek azok az eredmények, amelyekre a legbüszkébbek az idei évben? Az idei év a vonósoknak kedvezett, vagy szerencsés csillagzat alatt jöttek világra, mert ömlöttek az aranyak. Ősszel elkezdtünk, két nagy versenyünk volt. Balatonfüreden volt egy kamara verseny, ahol a kis Tibor Czerik nívódíjat szerzett hegedűvel. Aztán elmentünk az első K.T. István hegedű versenyre Veszprémbe, és ott ahány gyereket, négy gyereket vittünk, mind a négyen aranyat kaptak. Mondhatom a nevüket is esetleg, Tibor Czerik, Kökényesi Dominik, Kisvirág és Pozsonyi Csenge. Közben ékelődött egy részfúvós verseny, a regionális trombita verseny Veszprémben, ahol a kis Nakada Ábel Maszató trombitán bronzfokozatot kapott. Utána jöttek a tavaszi versenyek, volt a Sistrum verseny Szombathelyen, ami regionális szintén, ott egy csellista gyerekünk, Kis Csongor ezüstfokozatot szerzett, és utána nem sokra volt egy balatonfüredi vonós kamara találkozó, ahol egy vonós négyes, az előbb említett négy gyerek, illetve plusz a Csongor, aki még csellózott ebben a csapatban, ők kiemelt aranyat kaptak. Thank you.
hány éves kortól várják a leendő növendékeket, és mely tanszakokra jelentkezhetnek? Tulajdonképpen 6 éves kortól tudjuk őket foglalkoztatni. A felső határ az nincs megszabva. Vannak 40 éves növendékeink is. A tanszakok zongora, hegedű, cselló, trombita, klarinét, fuvola, ütő, gitár, ezek a legjellemzőbb hangszerek. De a részfúvósoknál lehet egyéb hangszereket is tanulni, úgy, mint kürtőt, vagy harsonát. Van erre is elég szép jelentkezés. Melyik tanszak a legnépszerűbb jelenleg? Mindig a zongora a legnépszerűbb, olyan szempontból, hogy hányan járnak oda. Tehát most is 80 fölött vannak a zongorista növendékeink. Újabban egy pár éve a gitár az átvette volna a vezető szerepet, de csak egy gitártanárunk van. Ha lenne 5, akkor 100 növendékünk lenne biztos gitárból. Thank you.
Tanári karban történik-e változás, vagy szeptemberben ugyanazzal a csapattal kezdenek? Az állományban lévő kolléganő visszajön, tehát úgy történik változás, hogy szülni ment a kolléganő, visszajön, illetve lesz egy, aki meg most megy szülni. És remélhetőleg megmarad mindenki, aki eddig tanított. Az idei tanévben hány zenéskolai növendékük volt? 231 növendékkel kezdtük, októberi adat. Fél évkor ez mindig egy picit változik, most 228-ra változott fél évkor, tehát egy picit csökkent. Aki nyáron is szeretne zenélni, vagy zenei táborba menni, lesz-e rá lehetősége? Több lehetőség van, így van. Hát a fúvósok egy része, a fúvószenekarra, jól tudom, 26-án mennek Erdélybe. Tehát ők biztos, hogy kézben lesz a hangszerük. A vonósoknak mi magunk rendezünk egy vonós tábort, Badacsony-Tördemicen most már 6. éve mindig megtartjuk. Ez egy nagyon hasznos, az évkezdéshez nagyon jól jön.